Belekezdünk abba, akkor, hogy mi is az az inzulíreszisztencia. Hozzátenném, hogy ezek a saját kis tanulmányaim, amiket én tanultam az évek során. Mindig van hova fejlődni, de jelenleg ezt az információt gyűjtöttem össze, és segített nekem megérteni, illetve rendbe tenni a saját inzulinrezisztenciámat. Mi is az az inzulin? Az inzulin maga egy hormon, amit a hasnyám mirigyed állít elő, és erre azért van szükség, mert minden egyes étkezésnél, amikor az esz eszel, a, vérkeringésbe belekerül a glükóz az ételből, és ezt a glükóz az inzulin fogja neked beletenni az izomzataidba, illetve a belső szerveidbe. És úgy képzeld el ezt az inzulint, ez egy kicsi kulcs, ami kinyitja az ajtót, ami által a glükóz bele tud kerülni a szervezetedbe. Ezt szépen átveszünk a következő lépésekbe, hogy mi is az az inzulin meg glükóz, hogyan működnek, hogyan alakul ki az inzulinrezisztencia, mi is az az inzulinrezisztencia, és hogyan tudod visszafordítani az inzulinrezisztenciát. Tehát hogyan működnek? Az inzulin, ugye megbeszéltük, az egy hormon, és minden egyes étkezésre, amikor a glükoszinten megemelkedik, az hasnyálmirigyed elkezdi termelni az inzulint, hogy ugye eltávolítsa a glükózt a vérkeringésből, a véráramlatból, és ugye először feldolgozza, tehát vagy feldolgozza energiaként ugye az izomzataidba, vagy a belső szerveidbe, vagy belekerül a májadba. És ö, ugye az a feladata az inzulinnak, hogy a glükóz szintedet lejjebb vigye. Amikor pedig nem eszünk, tehát befel, feldolgozta az összes glukosz a vélelemlatból, már nem ettél többet, befejezte a kajálást, szépen az inzulin is visszamegy. Tehát akkor a glükóz, az semmi más, csak az az egyik a fő energiaforrás a szervezetünkbe, minden egyes étkezésnél, akármit eszel, glükóz fog belekerülni a véráramlatba, és akkor ez a glükóz, ez úgy képzeld el, mint a kis bateri, vagy a kis elemek, jönnek a kis elemek, a kis energiák, maga a glükóz, és ezzel fog minket ö, ugye feltölteni a mi testünket energiával. Tehát, semmi más tulajdonképpen, akkor csak kis elem, amivel feltöltjük a kis energiaszintünket. És ö, abban az esetben, ha ugye ez a glükóz berekerült a véráramlatba, ez fogja az inzulin, és ezt szépen belepakolja a szervezetünkbe. És minden egyes olyan fölösleges glükóz, tehát energiát, ételt, amire már a izomzatodnak, vagy a belső szerveidnek, itt gondolok ugye a, az agyadra is, már ugye a szervezetednek nincs szüksége, fogja a szervezetünk, és elraktározza ugye a, májunkon keresztül testzsírként. Tehát akkor így egyszerűen elmagyarázza, ez lenne maga az inzulin és a glükóz. Haladunk tovább, hogy hogyan is alakul ki az inzulin rezisztencia. Ezt úgy kell egyszerűen elképzelni, hogy mit tudja, én, ha csendben, sötétben szeretsz aludni, de elköltözöl egy új otthonba, és nagyon zajosak körülötted, nem jó a hangszigetelés, egy-két -egy hónap után a szervezeted úgymond hozzászokik az új környezethez, és ez nagyon fontos lesz az inzulin rezisztenciánál is. Tehát az inzulinnak kell legalább 3-4 óra, és az átlagosan, ez ugye embertől változott, de úgy nagyjából 3-4 óra, hogy lecsökkenjen az inzulin szint a szervezetből, hogy az egészséges szintre, mondjuk azt, hogy a nullára. Oké, okay? ezek, ezek, csak számok, hogy jobban meg tud érteni, de ez minden egyes embernél más lesz ez az egészséges inzulin szint, ugye. Viszont ha folyamatosan ugye eszel, az azt jelenti, hogy ugye jön az inzulin, megfogja a glükóz, beleviszi a sejtjeidbe, ez ugye a belső szervek, az izomzat, ugye ez, ez, ezek már mind teli vannak, de ugye állandóan rákcsász, mert mindig majd valamin, és ugye ez az extra energia, glükóz, azt már nem tudja már az izomzataidba, meg a szerveidbe belepakolni, nekik nem kell, és folyamatosan tolja majd a májadnak, ami ezt ugye elpakolja neked testzsírként. Viszont ezáltal ugye a glükóz szinted állandóan magas lesz, mert ugye mivel mindig rákcsász, ami miatt az inzulin szint is mindig magas lesz. És azáltal, hogy állandóan rákcsás, meg állandóan ugye eszel valamit, és nem adsz elég időt ugye, az inzulinnak is visszaesni a normál szintre, meg ugye a gyomrodnak is megemészteni, ez az inzulin szint folyamatosan magas lesz. És ugye itt jön az, hogy hozzászokik a szervezet, hozzászokik ahhoz, hogy, oké, okay, mondjuk azt hogy nem a nulla lesz a, a normál szint a szervezetedben az inzulinból, hanem mondjuk az, hogy 20. És ugye mennél többet, ugye folyamatosan rákcsálsz, rákcsász, rákcsász, ez a szint elkezd egyre magasabb lenni, egyre magasabbra menni ez a normál szint a szervezetednek, ugye az új normál, és ezáltal ugye bele tudsz menni ugye a cukorbetegség, az 1 es cipu, típusú cukorbetegségbe, ez okozhat hiperglikémiát is, és, és és a többi problémát. Tehát ez tulajdonképpen úgy alakul ki, hogy nem hagysz elég időt a szervezetednek. Ugye nem csak ez lehet ugye, az okozója, tehát ezt sem mondom, hogy száz százalékban ez, de ez az egyik fő okozója, hogy ugye nem hagysz magadnak időt normálisan enni, meg nincs egy táplálékban dús étkezésed sem, hanem ugye csak mindig csak majszolsz valami picit, ahelyett, hogy egyszerre jönni rendesen enni, és ezáltal hogy az inzulinod meg a glükózod állandóan magas szinten marad, és akkor ezt az új magas szint lesz a szervezetednek az új normális, és ez szépen folyamatosan elkezdi majd emelni és emelni. És mi is az az inzulin rezisztencia? Az inzulin rezisztencia, tehát úgy képzeld el, hogy van ugye az energiaforrás a szervezetedbe. Az egészséges állapotban a szervezetnek úgy kettő energiaforrása van. Van ugye a glükóz, és ugye van a testzsír. Abban az esetben, hogyha picit többet tettél, mint amire a szervezetednek szüksége van, az ugye elraktározta a szervezetet testzsírnek. És olyankor, amikor például nem eszel, de már kell a szervezetednek energia, mit csinál, Hozzányúl erre az elraktározott testzsírhoz. És hogy egészséges szervezet a kettő között ugrál, úgymond. Tehát vagy felhasználja a glükózt, amikor ugye eszel, és amikor nem eszel, akkor ugye az elraktározott testzsírhoz nyúl hozzá. Viszont amikor kialakul az inzulinrezisztencia, a szervezeted nem tud átváltani erre a testzsírégető üzemmódba, mert ugye magas a szint, az inzulin szint mert ugye az inzulin próbálja azt az extra glükoszt elégetni. Ezért is van az a probléma, hogy amikor például valakinek magas az inzulin szintje, inzulin van, és tudod, elmész ezzel az orvoshoz, és, mondott, hogy, és mondja neked, hogy ugye inzulin probléma van, és akkor oda befögi, hogy hát fogyjál le. De ugye nagyon sok ember ugye nem tud az inzulin, magas inzulinra, meg az inzulin rezisztenciával lefogyni, mert úgymond három hormon van, ez az inzulin, a kortizol, illetve az ösztrogén, és ez a három hormont hívják ugye az orvosok szakemberek is, a zsír égetést kikapcsoló hormonnak. Tehát ha ezzel a három hormonnal problémád van, akár mennyire csinálhatsz tökéletes testmozgást, megfigyelhetsz oda az étkezésre, ez a három, ez kikapcsolja a test zsírnek az égetését. Tehát akkor ugye ezzel ugye állhatod, hogy mik azok az energiaforrások nekünk, ami van, tehát vagy az elraktározott testzsír, vagy ugye természetesen az étel, amit beviszünk a szervezetbe. És akkor itt jön az, hogy inzulin tehát mennél több inzulin kering a szervezetedbe, annál jobban hozzá fognak szokni a kis sejtjeid, és annál inkább úgymond ez a rezisztensek lesznek inzulinra, tehát nem igazán fogják észrevenni azt a 20 darab inzulint, ez, ez, most csak egy számot mondok, hogy megérts, tehát nem igazán veszik észre ezt a 20 darab inzulint, kell nekik 50 darab inzulin, és ezáltal ugye a hasnyalmirigyed egyre több és több és több inzulint fog termelni, és nem fog bekerülni a sejtjeidbe, ugye az energia sem, tehát ezért is ugye nehéz meg ugye probléma, hogy hiába eszel egészségesen, annyira hozzá van szokva ez a magas inzulinhez, hogy egyszerűen már a, az inzulin ugye a sejtjeidbe nem fogja tudni olyan szinten, ugye, mint az egészséges embereknél, bevinni a glükózt, mint az energiát, mint az összes többi egészséges ember, és akkor ugye belekerülsz ebbe a, az ördögi körbe, hogy egyre többet termel a hasnyálmirigyet, inzulin, mert próbálja a kis sejtjeidet, akik ott éhesek, megetetni. És és akkor ugye ebben látni, hogy akkor egyre kevésbé lesznek érzékenyek a sejtek az inzulinra, és akkor tudod, ilyenkor van az, hogy hiába eszel, benned van ez az éhségérzet, tehát ettél egy tök egészséges tálételt, de ettől függetlenül még rohadt éhes vagy, az éhségérzeted nem olik el, és ugyanez ez, a jól érzés, ez sem fog megtörténni, mert megint az nagyon magas az inzulin szintje a szervezetnek. És inzulinrezisztenciás embereknél észrevették, hogy úgy átlagban 5-7-szer több inzulin van a szervezetükben, mint például egy egészséges, nem inzulinrezisztenciás embernél. És volt erre is több orvosnak, aki ugye segített visszafordítani az inzulinrezisztenciát. Uh, úgy átlagban 3-8 hónap volt, ugye ez megint embertől függ, amik sikerült ezt az inzulin rezisztenciát visszafordítani. Tehát megint az, hogy hiába kezded el a tornát, meg az egészséges étkezést, azért ember függően ez legalább egy olyan 3-8 hónap is lehet, megint ember választja meg azt, hogy visszafordítsd ezt az inzulin rezisztenciát. Tehát most akkor tudod, hogy mi ez a két energiaforrás, ami a szervezetedben van, amitől neked energiád van, és akkor tudod, hogy mégis mi az az inzulin rezisztencia, ami ugye, ugye később cukorbetegséget, meg ugye a magas inzulin egész más problémákat is okoz. Jó, tehát akkor ezt értjük mi is az, az inzulin rezisztencia, de hogyan lehet akkor visszafordítani? És akkor itt vannak ugye különböző tippek az inzuli rezisztenciára, illetve hogyan tudod ezt visszafordítani. Van a kettő legnagyobb, legfontosabb, amit nagyon sok orvos, tisztességes orvos elmond, az ugye van az időszakos bőjt, ugye, ha állandóan úgy étkeztél, hogy minden pár óránként mindig majszoltál valamin, akkor ez nem fog működni egyik napról a másikra, Nekem jelenleg én arra szintre jöttem rá, hogy dél, délután kettő és 6 óra az, amikor én étkezem, és ugye a 2 és 6 óra között úgy nagyjából megvan ez a 4-5 óra, amikor a gyomromnak van ideje elsősorban ugye emészteni, másodszorban pedig az inzulin szintemnek van ideje visszásni. Ugyanúgy, ahogy ilyen 3-4 óra kell az inzulin szintetnek, Ugyanúgy kell a gyomrodnak emésztési időszak, amik megemészt, visszaállítja az emésztőenzimeket, a gyomrod is szeret egy picit pihenni. Tehát ott is mondanak, ugye az emésztőrendszer, tehát attól függ, milyen az emésztőrendszer, tehát hogy gyorsan emésztes vagy lassan, egy olyan 5-6 óra. Nekem én úgy vettem észre saját magam, hogy egy olyan 5-6 óra kell, de van, akinek például nagyon gyors az emésztése, simán lehet az, hogy egy ilyen 3-4 óra alatt ez már megvan. De nagyon-nagyon sokat segített nekem személy szerint az időszakos pöyt. Ezzel nagyon-nagyon sok tanulmánya nagyon sok orvos is ajánlja az rezisztenciával kapcsolatban. Illetve ugye ez, amit beszéltünk, hogy kettő ét, két-három étkezés között is hagyjál elég időt az emisszőrendszerednek is, és az inzulin szintednek is. Tehát ugye eleinte azért lesz nehéz, mert ugye ez az éhségérzet, érzet, a cukor iránti vágy, ugye ami a különböző gyulladásból is kialakult, ugye ott van a kortizol, a magas kortizol szint, ugye megint a stressz miatt, tehát ez is befolyásolhatja, tehát eleinte míg átelszel az egészséges életmódra, ez nem lesz olyan egyszerű, mert ugye itt lesz ez az éhség, meg ez a nem, ne, nem tudsz... Ö, Ugyan teltségérzetet érzetet érezni magadba, de ez szép fokozatosan, ha kitolod az étkezések közötti időt, ez rettentő sokat tud segíteni. Aztán ugye természetesen lehet, a kemény vagy, és rögtön azonnal puff, bevágod, egy egészséges tálételt megeszel, és amikor érzeted van a kettő között, mit tudja, még lenyomsz egy almaecetes vizet, bors ment a teát, vagy valamilyen ö, egészséges kis teát, ami szintén tud segíteni ezzel az érzettel. És akkor itt jön ugye maga az étkezés. Nagyon sokat sok segíteni persze a glikémiás indexű ételek, viszont nem beszélünk arról, hogy van ugye az inzulin index is. Tehát oké, okay, tudjuk azt, hogy vannak glikémiás, Glikémiás index, és akkor ebbe be van sorolva bizonyos kategóriákba, hogy melyik ez a zöldséggyümölcsöm ugye magasabb glikémiás indexű, melyik az, amelyik alacsonyabb. Viszont ugyanígy van az inzulin index is. Ezt meg tudod nézni a táblázatot, és eleinte célszerű olyan zöldséggyümölcsöket, meg proteint, meg zsírokat fogyasztani, ami glikémiás indexben is, és inzulin indexben is alacsony. Vannak ugye a megfelelő mennyiség zsírok, proteinok, a proteinnek az elosztása is nagyon fontos, hogy ugye ne legyen túl sok zsír, túl sok szénhidrát, túl sok protein se. Erre megint van egy bizonyos elosztás, hogy mi az egészséges. Ez egy picit megint változik, ugye ez megint az, hogy embertől függ, az, hogy például xy nak mi jött be, és neked például egy picivel több zsír, vagy egy picivel több protein kellene, az semmi problémát nem jelent, mindenkinek a szervezete egy picit más, és ugye itt jön a nehezebb része, hogy egy kicsit neked az kisakkozni, hogy mégis melyik az, ami neked a saját szervezetednek működni fog. Vannak ugye akkor a zöldségek, nagyon-nagyon fontos ezeket a sötét zöld levelű zöldségeket fogyasztani, illetve az alacsony glikémiás indexűeket ami szintén mondott több orvos, az a hetente legalább 30 különböző zöldségfogyasztása ajánlott. Most ha megszámol az átlagember, talán eszik 5-6-ot, ahhoz képest, hogy mennyi különböző zöldség van ugye a nagyvilágban. Úgyhogy próbálj meg arra, hogy nagyon-nagyon változatos zöldségek legyenek, és ugye eleinte megint az, hogy a gyulladás a szervezetedben ugye már fennáll, ugye az inzulin, meg a magas kortizol, meg a rossz étkezési szokások, meg a stressz miatt, és akkor én itt azt is ajánlám, hogy ö, rengeteg gyulladás csökkentő zöldséget is egyél, mert ugye, hiá, ugye elkezdi az ember ezeket az egészséges étkezés, meg torna, meg minden, viszont ha a szervezetet tele van gyulladással, ugye azt a gyulladást is segítened kell, mert ugye nem úgy működik, hogy megnyomod a gombot, és az évek alatt kialakított gyulladás a szervezetedbe, az emésztő főleg majd eltűnik, és akkor majd ez a puffadás, meg az összes többi, ez majd megy a kukába, és majd hirtelen tök jól fogsz tudni emészteni. Tehát erre is fontos odafigyelni, hogy jó kis gyulladás csökkentő ételeket egyél. Illetve ugye gyulladás ugye maga a stressz, magas kortizol is tud okozni, és akkor ugye stressz csökkentésre is vannak különböző légzétsi technikák, itt lép, itt lép akkor képbe ugye maga a torna is, hogy ugye ezért minden nap tornázzál, és most ugye sokszor az van, hogy á, én eleget mozgok a munkahelyemen, á, én eleget mozgok, mert a gyerekek, ehhez a szervezeted már mind hozzászokott. Olyan tornáról beszélek, amikor kikapcsolod az agyadat, csak saját magaddal foglalkozol, és ugye nem arról szól, hogy a gyerekek után, vagy éppen a munkahelyeden rohangálsz, hanem tényleg átmozgatod a testedet, különböző mozgásformát bevet, megissza azt, táncikálsz, ez fog segíteni neked a stressz levezetésében is. Tehát ilyen 10-20-30 perc, attól függ, hogy milyen szinten vagy mozgástéren. Tehát valami kis tornát beiktatni, és ugye a lányoknál ez fontos az is, hogy ugye melyik menstruációs szakaszban is vagy, mert aztán ugye, ugye ez befolyásolhatja a stressz szintünket is, mert van, aki ugye érzékenyebb erre hormon szinten, van, aki ugye nem, Nekem ez is nagyon sokat segített, hogy ugye a kortizol szintem ne legyen fenn az egekbe, hogy attól függjen, hogy melyik ciklusban, menstruációs ciklusban, szakaszban vagyok, attól függően csináltam a tornát is, illetve az alvás. Én értem, hogy nagyon menő a 4-5 óra alvás, egy egészséges szervezetnek legalább 7-8 óra alvás kellene, és erre rá lehet tenni azt is, hogy jaj, én nagyon jól működök 5-6 óra alvással is, ez lehet, hogy most működik, de évekkel később, majd ha 30-as, 40-es éveit beleszel, ez ki fog rajtad jönni. Erről több orvos is beszél. ez az 5-6 óra alvás egy egészséges emberi szervezetnek, ez nem egészséges. Legalább egy 7-8 órát próbálj meg belőni. Ha egyhuzamban nem megy, simán tudod azt is csinálni, hogy ilyen napközben is szundi, ez a power snooze benyomon, de próbál meg azt a legalább 7-8 óra alvást, ez megint az főleg hormon problémás hölgyeknél, akiknél megint az inzulin, ösztrogén, kortizol szint magas, kell az alvás. És ugye megint ez az alvás nagyon sokat fog neked tudni segíteni abban, hogy ezt az időszakos bőtöt is ki tud tolni az egészségesebb szintre. Akkor ugye beszéltük a, az alacsony glikémia gyümölcsök, ugye van nagyon fantasztikus az almaecet, ha már egy gyulladás van az ecettbe, a az emésztő szervezet, e, már beszélni is tudok, akkor az almaecet is nagyon sokat tud segíteni, illetve van erről külön videó Dr. Ari Bergnek, aki rengeteg hasznos információt elmond az almaecettel kapcsolatban. Ezt is e, további segítő videókat belinkelek nektek természetesen a videó alá is ha még többet szeretnétek róla nézni, illetve vannak akkor a vitaminok, B-vitamin, B-vitamin, magnézium, potásium, krómium, cink, omega-3, ezek mind-mind fantasztikus vitaminok, ásványi anyagok, amik szintén tudnak rettenetesen sokat segíteni az inzulin problémával. Ezen túl ugye még van a berberin, illetve hasonló teák, olajfélék, vitaminok, gyümölcsök, amik szintén sokat tudnak segíteni az inzulin, inzulin rezisztencia rendbetételébe, ezt szintén belinkelem nektek a videó alá, mert ez egy egyszer túl sok információ lenne, de ezek lennének azok a dolgok, amik tudnak neked segíteni, illetve nekem segítettek abba, hogy az inzulin rezisztenciám eltűnjön, és teljesen egészséges inzulin értékeim legyenek. Tehát honnan tudod, hogy javul az inzulin rezisztenciád? Erre vannak különböző orvosi vizsgálatok, meg tudják mérni ugye ezt a szintet, illetve vannak akkor ugye a ugye ez az éhség, meg ez a teltségérzet, tehát érzed azt, hogy már nem vagy olyan éhes ö, étkezések után, illetve napközben, illetve érzed azt, hogy minden egyes étkezés után tele vagy. Ugye a következő, amén látni fogod, hogy ez a hasi zsír, mert ugye ez megint attól függ, hogy milyen az alkatod, tehát ki hova pakolja ugye a testzsírt, de ugye a nagy átlagban ugye ez a, főleg a hasi zsír szokott lenni. Ugye nőknek főleg ez az alsó rész, inkább ez a körteszerű elhízás. Tehát ez a hasi zsír is elkezd megszűnni. Lehet látni azt, hogy a vérnyomásod, illetve a vércukor értéket, és rendeződik, illetve a vércukorszint az egyre alacsonyabb, elkezd lefelemenni menni az egészséges tartományba. Van ez az úgynevezett DAN-fenomenon, ennek nyugodtan oda utána tudtok olvasni, de tulajdonképpen ugye maga ez a DAN-fenomenon is elkezd rendeződni, és a másik az, ami én rezisztenciánál látsz, illetve amikor látod, hogy amikor ez elkezd javulni, az az, hogy egyre több energiád van. Mert ugye az inzulin rezisztenciánál, ugye tele vagy inzulinnal megint, de az inzulinod nem tudja bevinni azt a glükózt a sejtbe, a szervezetedbe, és ugye hiába eszel, nem töltődsz fel energiával, és ugye emiatt is fogod tudni majd látni, hogy ó, oké, okay, ettem, de egyre több energiá van a kajából. És hát megpróbáltam minél rövidebbre, minél egyértelműebben elmagyarázni, de ezek lettek volna maga ugye az inzuli rezisztencia mi az, nekem is segített. Ha van további kérdésetek, illetve van, amelyik témát jobban át szeretnétek beszélni, Nyugodtan írjátok le kommentbe, ha kérdésetek van, azt is írjátok le kommentbe. Belinkeltem rengeteg videót, ezek angol nyelvű videók Dr. Erik tól aki nekem rengeteg segített, és olyan szinten rendbe tette, hogy, hogy az egyszerűen egyetlen egy orvos nem segített ennyit. Illetve még találtak különböző videót nekem a PCOS-emmel kapcsolatban, illetve további videók, hogy az inzuli rezisztenciámmal kapcsolatban nekem mit, ugye az inzuli milyen problémákat okozott, és én hogyan tudtam azt rendbe tenni. Remélem, ez a videó segített nektek jobban megérteni, és uh, hozok még ezzel kapcsolatban aprólékosabb több videót, és a további kérdésetek van, nyugodtan írjátok le a kommentet, mm. fel a csatornámra, kapcsoljátok be a kis harangot, és találkozunk a következő videóban. Puszti pacsi!